Szükséges lépés a hazai minimálbér 200 ezer forintra emelése, mondta kérdésünkre a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Azonban a vállalkozások szempontjából figyelembe kell venni, hogy mindegyik munkáltató túl tudja élni az emelés utáni időszakot, hiszen ez megterheli gazdaságilag a cégeket. Milyen kompenzációt, milyen támogatást, milyen bértámogatást fognak tudni a cégek szerezni, akár Gino Plus-ban, akár más hazai forrásból, hiszen lesznek olyan hazai tulajdonú KKV-k, ahol a minimálbér emelése egy nagyon komoly kihívást fog jelenteni. Szükséges, hogy a kormány ezt felmérje, és szükséges, hogy ezeknél a cégeknél valamilyen bérkompenzációt nyújtsunk 1-2-3 évre. 2-3 év után beáll a rendszer, ezt az időt kell átvészelni. Azonban emelni kell, hiszen már nem járható az az út, hogy az alacsony bérekkel tartjuk fenn a magyar gazdaság versenyképességét, mondja a szakember. A versenyképességünknek mindig is záloga volt az alacsony bér, de ez már nem fenntartható. Tehát amennyiben hozzáadott értéket óhajtunk előteremteni, akkor természetszerűleg a béreket is emelni kell, húzni kell, és a minimálbér emelése az mindig egy ilyen lépés. Mint ismert, tárgyalások folynak a munkaadókkal és a munkavállalókkal a minimálbér bruttó 200 ezer forintra emeléséről. Ezt 2022. januárjától vezetnék be. Sajtóhírek szerint a 200 ezeres minimálbér bevezetését mindegyik oldal támogatja. A garantált bérminimum emeléséről folynak még egyeztetések.